Hát az idén már negyedik éve rendeztük meg a gyermeknapi majálisunkat. Az első ilyen rendezvényünk az 50 éves évfordulón kezdődött, és azóta hagyományként minden évben szervezünk egy ilyen játékos, sportos, tevékenykedtető napot a gyerekek számára, ahol a szüleikkel együtt vehetnek részt. A mai gyermeknapi, illetve az idei gyermeknapi programon egy komáromi zenés műsort hívtunk meg vendégül, a Déli Báb együttest, akik nagyon kellemes műsorra szórakoztatták a gyerekeket. Ezt követően Judit óvónéni megmozgatta őket egy kis játékos tornával, és utána az egész délelőtt folyamán különböző tevékenységekből választhattak a gyerekek szüleikkel együtt, amit az óvónénik terveztek meg, illetve készítettek elő a hozzá szükséges eszközökkel. A tevékenységeken a gyerekek készíthettek kígyót, készíthettek lepkét, fűzhettek nyakláncot, illetve medát készíthettek ilyen hőre lágyuló, vagy illetve szilárduló gyurmából, és az egész rendezvény ideje alatt egy ugrálóvárt használhattak a gyerekek, és a konyhásnénik pedig büfével kedveskedtek a gyerekek számára, ahol sajtos rudat és ájszteát kínáltunk a délelőtt folyamán. Úgy gondoltuk, hogy ebbe az évben egy kicsit ünnepélyesebbé tesszük a gyermeknapunkat azzal, hogy meghívjuk a Hildaskürti óvodásokat erre a rendezvényre, hogy velünk együtt ünnepeljenek. Ezen a rendezvényen az Hildaskürti nagycsoportos óvodások vettek részt, akiket a szüleik is elkísértek, és három óvónőjük. Ez a kapcsolat ilyen hosszú távra nyúló szakmai kapcsolat is, mert már mi is voltunk többször Hildaskürtön látogatni magát a települést, illetve az óvodát is, és ők is voltak már egy ilyen szakmai tapasztalatcserén nálunk, amikor bemutató foglalkozásokat is tartottunk az óvónők számára. A Hildaskürti óvodások ugyanúgy részt vettek a délelőtti óvodába szervezett programon. Megkínáltuk utána egy kis ebéddel őket, és ebéd után pedig megmutattuk nekik a települést, a Lovas Múzeumot, a Ménes udvart és az Arborétumot, ami nagyon tetszett nekik, és nagyon jól érezték magukat a visszajelzés alapján, és nagyon köszönték a meghívást, hogy így megtiszteltük őket, hogy meghívtuk erre a gyereknapi rendezvényünkre.